folytatja előre nyomulását az ukrán hadsereg az északi fronton, miközben a felszabadított városok, mint Kupjanszk, elkezdték az újjáépítést. A leghevesebb harcok a Donyecki régióban fekvő Liman városában dúlnak. Egyes hírek szerint Kijev visszafoglalta a várost, más források szerint az orosz hadseregnek sikerült megállítania az ukrán előrenyomulást. Hazánk keleti részén jelentős eredményeket értünk el, állítja az ukrán elnök. Erről már elég nyilvános információ áll rendelkezésre. Mindenki hallotta, mi történik a Donyecki régióban, Limanban. Ezek a lépések nagyon sokat jelentenek számunkra. Az ukrán kormány szerint szándékos volt az a támadás, amelyet Oroszország hajtott végre pénteken egy civil konvoj ellen Zaporizsja városában. Ezek a csapások szándékosak voltak, közölte az ukrán belügyminiszter. Látható, hogy itt a területen nincs katonai létesítmény, sem felszerelés, és soha nem is volt. Csak civilek mozognak minden nap az ideiglenesen megszállt területeken. Idős emberek, gyermekes nők és családok. A tüzérségi támadásban több mint 20-an meghaltak, és legalább 28-an megsebesültek. Az ukrán és az orosz fél egymást vádolja a rakétacsapás elkövetésével.